Egy hagyomány újjászületésének lehettek tanúi és aktív részesei mindazok, akik ellátogattak pénteken délután a Szent István Táncház alkalmára, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. Az intézmény sok korábbi táncházat megélt már, az egykori Fejér megyei művelődési központban, az Adi Terem a Táncház mozgalom hőskorában nem csak a Fejér megyei néptánc együttes otthona volt, hanem a táncház otthona is volt. Az est Berki Lilla és Varó János népdal tanításával vette kezdetét, majd Nagy Vera néprajzkutató előadása következett a farsang végi mohai tikverőzésről, mely a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének része. Azt gondolom, hogy Székesfehérvárról azért már nagyon sokan eljutottak a mohai tikverőzésre, hiszen ez egy olyan hagyomány, amire napjainkban is lehetőségünk van elmenni. Akár évszázadok óta is létezhet ez a szokás, nem tudjuk pontosan, hogy mióta, de az érdekessége az az, hogy a mai napig él, és hogy tulajdonképpen újra tanítás, újra tanulás, felélesztés nélkül maradt meg, tehát a fiatalok a mai napig saját közösségükön belül, a saját falujukban lényegében maguktól gyakorolják. Megtiszteltek felszólításukkal, hogy az akadémia számára nyújtsak be jelentést majom előéletemről. E szavakkal kezdődik Franz Kafka novellája, a jelentés az akadémiának, amely egy ikerpárja egyik legismertebb művének az Átváltozásnak. Az igézőben nagy érdeklődés mellett került színre Ács Tamás színművész előadásában a novella színpadi átirata, amely egy átváltozás történetét mutatja be. Az emberré vált majom Rőt Péter elmeséli, s egyszer s mind újraéli emberré válásának, átalakulásának eseményeit. Még egyetemista koromban találtam rá erre a szövegre. Egyből szerelem volt, sőt, tulajdonképpen Fehérvárhoz köthető ennek a szövegnek a megtalálása, hiszen az Őrült naplója című előadásomat játszottam, ha jól emlékszem, még a Kafka Beatben annó, és megnézte azt egy úriember, és ajánlotta, hogy ő Németországban látta ezt a darabot, és hogy látta az Őrült naplóját, gratulált, és ajánlotta nekem, hogy ezt szerinte én is jól meg tudnám csinálni. Katonai toborzást tartott az MH Klapka György első páncélos dandár Székesfehérváron a Palotai kaputéren, amely során a megújuló magyar tüzérségbe várták a vállalkozó szellemű fiatalokat. Az elkövetkezendő héten az ország számos pontján tartanak még toborzó rendezvényeket, aki kedvet kap hozzá, hogy belépjen a hadseregbe, az február 9-éig teheti meg az irányasereg.hu/pzh oldalon. Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes elmondta, toborzásuk része, hogy megmutassák a világ egyik legkorszerűbb önjáró lövegét, a PZH 2000 harcjárművet. Várjuk a fiatalokat szeretettel, hogy jöjjenek, kapjanak kedvet ahhoz, hogy a hazát szolgálják katonaként. Természetesen nem csak hivatásos, hanem szerződéses és önkéntes tartalékos szolgálatra is várjuk a jelentkezőket. A PZH 2000-es szolgálat kiemelt bérezéssel jár együtt. Én azt hiszem, hogy körbejárjuk ezt az eszközt, egy igazán tekintélyt sugalló járműről és eszközről van szó. Nálad a szerva Nagyi elnevezéssel családi tenisznapot tartott az Alba Bianca teniszklubba Bregyóban, ahol játékos teniszoktatáson vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. A bemelegítés és az alapok elsajátítása után következett egy mini házi bajnokság, amely során a gyerekek a szüleikkel együtt megmutathatták, hogy mit tanultak a vidám feladatok alatt. Tóth Judit Bianca elmondta, 11 éve indították útjára a Nálad a szerva Nagyi programot, amely népszerűsége azóta is töretlen. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a fehérvári egyesületeknek a gyermekei, akik teniszezésre járnak, ők járnak. Nálunk is van egy komoly iskolateniszprogram, az iskolákból is nagyon sok gyermek jön, de ez már hagyomány, 11 év, az elég hosszú idő, úgyhogy vannak visszajárók.